Június 8-án zajlott a mezőbelényi szennyvíztisztító telep fejlesztése elnevezésű projekt sajtónyilvános rendezvénye, melynek során a média munkatársainak is bemutatták a beruházás eddig megvalósult elemeit. Mint ismeretes, az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint Mezőbelény Város Önkormányzata közös konzorcium keretében pályázott és nyert nettó 3 milliárd 74 millió forint összegű támogatást a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program által még 2019-ben meghirdetett pályázaton. A projekt előkészítését és megvalósítását az uniós kohéziós alapból és a hazai költségvetési előirányzatból történő, vissza nem térítendő támogatást tette lehetővé. Ezen összegből így végül nem csupán korszerűsítésre, hanem jelentős kapacitás bővítésre és hálózati rekonstrukcióra is lehetőség nyílt. Itt vagyunk a mezőbelényi szennyvíztelepen, ahol egy fejlesztés valósult meg. Mi történt pontosan és miért volt erre szükség? A mezőbelényi szennyvíztisztító telep több részletben lett fölépítve, illetve felújítva. Legutóbb 2000-es évek elején történt egy nagyobb felújítás, de azóta mind a technológia, mind pedig az emberek használati szokásai jelentősen megváltoztak. A régi szennyvíztisztító telep nem tökéletes kimenettel dolgozott. Ez azt jelenti, hogy olyan anyagok is kikerültek a szennyvízzel, ami környezetszennyező volt, és ezért az önkormányzatnak kellett büntetést is fizetnie. De nem ez volt a legfontosabb dolog, hanem főleg az, hogy a környezetre káros anyagok kerültek ki, amiket szerettünk volna kiszűrni. A pályázat keretében mintegy 3,1 milliárd forint nettó értékű beruházás valósul meg, amely beruházás főleg azért fontos Mezőberénynek, mert a telep működési biztonsága növekedett meg jelentősen azzal, hogy ez a rendszer elkészült, illetve azon túlmenőleg, hogy maga a szennyvíztisztító telep fölújításra került, ezen túlmenőleg három olyan csatorna került kialakításra, amely közvetlenül szennyvíz átemelőktől hozza ki a telepre a szennyvizet. Korábban ez úgy történt, hogy egyik átemelőtől a másik átemelőig és a harmadikra is úgy érkezett ki, most közvetlenül érkeznek a szennyvíztisztító, vagy a szennyvíz átemelőkről, és ezzel egyértelmű, hogy biztonságosabb, hogy lejön a szennyvíz a városról. Ez az egyik része, és a másik része, amit gyakorlatilag elmondtam, hogy miért fontos, ez pedig a környezeti hatásoknak a megszűrése, olyan víznek a kibocsátása, ami akár öntözésre is megfelel, és hát ami korábban nem igazán működött, az a szennyvíz iszapnak a felhasználására vonatkozó lehetőség is. Innentől kezdve ez a szennyvíz iszap, amit most leszűrnek, lepréselnek, az akár trágyázásra mezőgazdaságban is felhasználható. Maga a telep bővült-e műtárgyakkal, vagy esetleg a korábbi műtárgyak lettek felújítva? Úgy fogalmaznék, hogy talán egy kivételével minden más lett, mint ami eddig volt. Az az egy felújításra került, a többi pedig vadonatúj építmények, eszközökkel, gépezetekkel, mindennel teljesen megújult. Nem véletlen, hogy ekkora költséggel működött, hiszen itt gyakorlatilag minden új. Még a felújított medencénél ott is teljesen új a gépészeti rész. Tehát ez egy olyan projekt volt, ami gyakorlatilag új szennyvíztisztító telepet jelent Mezőberénynek. Nagyon hiányzott már ez a városnak. Most itt tartunk, hogy a 6 hónap próbaüzem után reményeink szerint mindenféle zökkenőmentesen tud üzemelni a szennyvíztisztító telepünk. Végezetül még annyit mondja nem polgármester úr, hogy összességében kiknek köszönhető ez a beruházás? Hát nagyon messziről kell indulni. Még 2013-ban nyújtottunk be egy pályázatot, akkor még önállóan önkormányzatok megtehették, sajnos nem nyertünk akkor. Ezt követően 2016-ban, 5-ben hozzáköztünk már a következő pályázat előkészítéséhez, akkor több mindenkivel, több tervezővel is egyeztettünk, illetve hát akivel folyamatosan egyeztettünk, az az Alföldvíz. Azoknak az Alföldvíznek a szakemberei mondtak olyan adatokat, ami alapján az előtervezésnél egy Bíró Zsolt nevezetű tervező nagyon sokat segített nekünk. Később a pályázat egyáltalán beadásán a pályázatnak, illetve magának a pályázat nyertessétételében rengeteget dolgozott az NFP, akkor még működött, és a választókerület polgármestere Dankó Béla is nagyon sokat dolgozott azért, hogy ezt a beruházást itt Mezőberényben meg tudjuk valósítani, magyarul, hogy a pénz ide érkezzen erre a fejlesztésre.
A beruházásra tehát nagy szükség volt, hiszen a szennyvíztisztító telep az utóbbi években már nem volt képes a megfelelő tisztítási kapacitásra. Csapadékos időben a telep túlterhelté vált, és a tisztítási hatásfoka sem volt megfelelő. Így nem csoda, hogy a tisztított szennyvízre vonatkozó előírások szigorodása következtében az előírt határértékek betartására már nem volt képes. S hogy mi minden változik? Ez csak nem lehetetlen felsorolni, hiszen mint azt a bejárás alkalmával a résztvevők is konstatálhatták, szinte minden megújul, korszerűsödik vagy bővül. Ennek eredményeként a szennyvíztisztító telep hidraulikus kapacitása napi 1400 köbméter, biológiai kapacitása pedig 12460 lakosegyenérték kiszolgálását teszi lehetővé. A szennyvízkőművel való lefedettség pedig immár megközelíti a közműves ivóvízzel ellátott fogyasztók csak nem 100%-át. Hát mondhatni a jelenlegi legkorszerűbb technológia, amit az országban biológiai szennyvíztisztító telepeken építettek, úgyhogy lehet bízni benne. Mindenképpen elmondható, hogy van egy mechanikai tisztítás, ami csak annyira tisztítja meg a bejövő szennyvizet, amennyire a biológiai tisztítás igényli. Aztán van egy kibővített biológiai tisztítási sor utóülepítőkkel, amik a biológiailag bontható szerves anyagokat bontják le, hogy hát a környezetnek jobb legyen, és biztos, ami biztos, a telepen látható utószűrő berendezések párban is, melyek ahhoz azt szolgálják, hogy a befogadóba bevetett szennyvíz semmilyen körülmények között ne tartalmazzon iszapos anyagokat. Iszapnak nevezzük azt, ami a bejövő szennyvízben lévő alakos és egyéb oldott szerves anyagokból, ami kivehető, illetve ami ugye van egy biológia, ami kialakul a szennyvíztisztító telepen, és annak a szaporodásából is származik iszap. A korábbi időszakhoz képest jelentősen javultak itt a szennyvíznek a feldolgozása? Több minden javult. Talán a legfontosabb az, hogy a városban kialakult egy olyan szennyvíz elvezetés, ami biztosabb lábakon áll. Van három szennyvíz áttemelő, amit végáttemelőnek nevezünk, ami közvetlenül termel a szennyvíztisztító telepre, és ezek közös nyomóvezetéken dolgoztak eddig a telepre. A projekt keretein belül ezek szétválasztásra kerültek, ezek a vezetékek, és így mindegyiknek nőtt a kapacitása, biztosabban elérhető, hogy a városban semmilyen szennyvíz kiöntés ne legyen. Ezen kívül, ahogy a polgármester úr is elmondta, volt csatorna rekonstrukció is, és csapadékvízzel, a csapadékvízrendszerrel kapcsolatos rekonstrukció is, tehát a telepet terhelő idegenvizek mennyisége csökkent. Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen egy bizonyos kapacitásra épülnek ki ezek a kommunális szennyvíztisztító telepek, hogyha ráküldünk még háromszor annyi csapadékvizet egy nap alatt, akkor természetesen, hogy nem tudja ugyanazt a tisztítási hatásfokot produkálni. És akkor most jöttünk be a szennyvíztisztító telepre, ahol mindegyik berendezésnek megvan a megfelelő kapacitása. És itt főleg a biológiai vonalat értem, ami eddig is határon mozgott, de azzal a bővítéssel, amelyeket megvalósítottak, azzal majdhogy nem duplájára nőtt a valós kapacitása, még ha papíron nem is. Ezzel egy biztosabb üzemeltetést tesz lehetővé, és ilyen rendkívüli, meg karbantartási üzemállapotokban is tudni fogjuk teljesíteni, amit a hatóság és a jogszabályok elvárnak tőlünk. A szennyvíztisztító telep fejlesztésén és a már említett új 1000 méter hosszú szennyvíznyomó vezeték építésén túl a projekt hálózati rekonstrukciót is tartalmaz, mely összesen 2002 folyóméteren gravitációs vezeték kiváltás formájában történik meg. A projekt, mely a Békés-Évapont Kft. Kivitelezésében valósul meg, nagyban hozzájárul Magyarország csatlakozási szerződésben vállalt kötelezettségéhez, konkrétan a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvíz elvezetési agglomráció csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez. A 2021. augusztusában megindult munkálatok jelenleg is zajlanak, a projekt várható befejezése pedig 2023. december 15-e.